Már itt vagyok, csak váratok magamra. Tényleg itt vagyok. Na. Jani megszoktam, mennyit fog utálni. Csak itt semmilyen nincsen. Semmilyen nincsen. Más tervek vannak. Úristen, de hangos a fülembe ez a szar. Ez a szar alatt a saját hangomat értem, még mielőtt valaki megsértődik. Üdv mindenkinek, srácok, szevasztok! Remélem, mindenki jól van. Némi medveszerüldözés lesz itt a mai nap. Gyakorlatilag szagmintákat veszünk, szaglászunk, szagokat terjesztünk, szagból élünk, szagból leszünk, és megpróbálunk vadászni. Akit érdekel esetleg a dolog, megmondom őszintén, hogy a vadászathoz, mint olyan közvetlen közöm nem sok van, de nagyon sok barátom vadászik. Így a legközelebbi barátaim, úgyhogy elég, tehát így tudok dolgokat a vadászatról. Nem tudom, hogy ezt mennyire sikerül esetleg felhasználni. Én a, csak hogy lehessen tudod klippelni, én a fegyvereiket szoktam fogdosni, mert azt bírom. Tényleg. Na mindegy, úgyhogy ez. Ennyi közöm van hozzá. Ez lesz az. Közben Magyar Virtus, köszi a 21 hónapot. Örülök neki, hogy tetszik neki, és előre is elnézést. Norbinyó, köszi a 7 hónapot. Csabi, köszi a 4-et. Skipi, köszi a 28-at. Play. Elindítom közben ezt a Way of Danta. Igen. Oké. Okay. Csak a zene okán. Hogy ez legyen meg nekünk, meg gyorsan megnézem a settings titokban. Igen, video settings, nagyon jó minden, high, very high. Jó lesz, reménykedjünk a legjobbakban. Szóval, Way of the Hunter, elméletileg itt van kampánymód, és akkor lesz itt egy csomó tutoriál és egyéb dolog, és együtt fogunk itt a vadonban kalandozni és vadászgatni. Srácok, remélem, hogy tetszeni fog. Én már nagyon vártam ezt a játékot. Remélem, hogy ilyen nyugodt körülmények között izgalmas részleteket megosztva tudunk majd vadonkodni. Dr. Hoffman, köszi a fél évet. Azt nevezem. Köszönjük szépen. Kedves tőled nagyon. Vegánoknak és vegetáriusoknak a stream nem ajánlott. Dehogy is nem, oktató célban egyébként, ezt mindenféleképpen, ugyanis órák hosszán keresztül fogjuk nézni, hogy az állatok kegyetlen módon megölik az összes növényt. És néha le is szarják. Szóval, azt mondja, Way of the Hunter. Öcsém, ilyen loading csíkot még nem is láttam. Milyen hangulatos, milyen szép. Micsoda terület? Micsoda terület? Mint ha lennének fák. Itt vannak a kacsákok. Meg a szarvasokok. Oh! Rotyog már! Lopakodó V8! Közben üvölt belőle a rock'n'roll, felvér agyapát, és akkor tudod még tovább. Nagyapa! Itt egy ősz! Wallace Elliot, Little speaking. Hey, Grandpa. I'm getting closer to the lodge. Your phone magically erased all the contacts again? River,
Nurse Evelyn was helping me with it, but she said she doesn't know how these old-fashioned phones work. I'll help you with it when you return. Oh, I'm so grateful you decided to help me with the Bear Den Ranch. Aha, tehát ez a medve barlang ranchot jött gyakorlatilag ellenőrizni, felügyelet alatt tartani az unokája a tulajnak. Legalábbis ennyit értettem belőle eddig. What? I can't hear you. River, can you hear me? Better now? Yep, way better. The service in the valley is really bad. Ha, nagyon rossz a térelő itt a völgyben. Küldött nekünk egy csomagot. Aha, meg kell keresnünk Echo-t, a régi barátunkat Echo-t. 10 éve nem volt itt a főhősünk. God, I did. What should I do? Don't worry. The spare is in the unit. De gyakorlatilag el volt hanyagolva ez a ranch eddig. A nagyapó már nem tud gondoskodni róla, ezért az unokáját küldte, hogy szedje rendbe itt a dolgokat. Gondolom én. All right, I'm here. I'll call you later. And be nice to the nurses. Azért nem tudom, így a faház alap egy kisebbet gondoltam, de passzó. Nespers Valley. Nespers Valley. Micsoda völgy? Hangulatos. Hogyha most én lennék ő, akkor azt kérdezném, hogy ez már az? Szép. Megnézzük, hogy van. Nincs jó. De ott van. Nálatok van, ugye? Várjál. Nálam nincs. Szóval lesz a... Nem. Beállítjuk. Szeg, srácok? Szeg. Megnézzük, hogy mi van. Grapics. Nem. Már nincs? Oh yeah. Oké. Okay. Na, szóval, amúgy jól néz ki ez a völgy, nem? De a tökre még mozognak is a fák. Menő. Meg ez a faház is kurva jól néz ki. A rohadt anyját, tényleg zsír. Micsoda medve? Hője, mi ez a faragvány? Mennyire van tele az öreg baszki? Kurva ilyen, amúgy tényleg jól néz ki. Jól, tetszik. Tetszik, aha. Itt van belül a ház. Bazd meg. New mission added. First things first. Azt mondja, you can now follow the story of River Knox. Úristen, ha egyszer lesz pornó nevem, Balázs, ez lesz. River Knox. And his grandfather. Or you can do whatever you... Igen, tehát követhetjük a kampányt, a sztorit, vagy csinálhatunk, amit akarunk. Én a kampányt fogom követni, mert gondolom tartalmaz tutoriált, mert én nem tudok vadászni. Tényleg szép a grafika, jól néz ki, tetszik. Thank God we have a trustworthy mailman. Enter the lodge from the porch. Aha, tehát a... innen be kell mennünk a házikóba. Ugye gondolom ez az a csomag, amire nagyapó gondolt, hogy elküldi nekünk, azt mondta, egy napja küldte, nem tudja, mikor fog megérkezni. It's been a long time since I was here. Hülye vagy, bazd meg, a folyosó akkora, bazd ki, mint a házunk, a lakásunk erkélye. Itt egy szép. Jó nagy szép. Tudjátok, mi van? Még egy dolog zavar engem. A fov. Headbobbing? HUD? Tutorial? Yes. Game version? Run, toggle, sneak, aim type? Látja valaki valahol a fovot? Fov? Nem lehet rátenni a fovot, mi a fasz? Olyan nincsen. Itt kéne legyen, ahol a headbobbing. Nincs benne fov. Bazd meg, jó? Storing and equipping items. Igen, tehát a kocsi is tárhely. Nagyapó régi puskája. Equip. Yes, man. Hunting tier 4.
30-as Winchester. Meg van távcsövünk. Good. Equip grant best old rifle from the firearm safe and attach a scope to it. Scope. Várjatok. Itt van a plusz gomb. És Leopold Vakes Freedom 7x33-as. Fent a puskán. Both a rock. Nagyon durva. Itt a pufka. To change your active gear, press ez. Aha. Tudunk váltani a semmi, a puska és a távcső között. Good. Reach the northwest balcony on the second floor. A második emeleten kell elérjük az északnyugati erkélyt. Már megyek is. Valami konzol parancsal lehet állítani a fovot? Hey, te fov! Álljál benne gyorsan! Ezt nézzál meg, bazd meg, hagyjál már. Ezek ilyen taxidermi standek, tehát itt megvan egy ilyen alap, és akkor tudod, hogyha lelősz mondjuk egy vaddisznót, akkor így berakod, hogy a kőre szarik, vagy valami ilyesmi. Ilyen beállított pózba, miután kitömték. Állati. Oké. Okay. Azt mondja, hogy binoculars are the hunter's best friend. Igen. First cycle through your gear, igen. Mikor megvan a binocular, akkor az írja a távolságot. Use the binoculars to glass highlighted checkpoints leading you to echo. Ó, igen. Tehát echohoz kell eljussunk, a régi barátunkhoz, echohoz. Heed? See you soon, Echo. Aha. Inspect the map in the office to refresh your memory of the surroundings. Tehát megvan a waypoint, és akkor elvileg az irodában, a térképen meg tudjuk nézni, hogy milyen lesz a terep. Keverd, Gary, Malok, Rick nagypapa. Zorek, MG Perixun, nagyon szépen köszönjük. MG Perixun, köszönjük szépen a 4 év feliratkozást. Nagyon szépen köszönjük, és gratulálunk az új badge-edhez. A Qui-Gon Z, köszi az 5 hónap volt neked. Puyas, Tigeri, The Tired One, nagyon szépen köszönjük. Hajrá, azon a bölcsesség fog műtéten. Oké, tehát most felfedeztük a mappot. Kurva lesz kizár. János Fi, Vatatuma, ma Urban Béci, Arkan Szír, Csuka Levi, köszi srácok mindenkinek. Tallgrass, lesz valószínű raptor? Nem baj, bazd meg, nagyapó puskája meg, bassz. Enter the car. Lehet vezetni? Azt nézd meg! Nine Rocks Pictures presents the Elite Hunter. December 2021-ben bemutató, ott van Stuntman River Knox. Seems like grandpa's my biggest fan. Stuntman River Knox. Tehát az összes vadászós, meg túlélős filmben ez a csávó a kaszkadőr. Wow, ez tök jó sztori elem amúgy, bazeg. De most komolyan. Szóval ő minden szinten egy baszógép. Slatkadőr. Igen, biztos így van. Szóval ő egy kaszkadőr. Állati. Lehet vezetni a kocsit? Oké, okay. Enter the car. Hol lehet a car? Mond vagy car? Ez a Hunter Sense. Legyen az bármi. Itt a car. Ez egy Wrangler lehet amúgy, srácok? Kicsit túlméretezett kerekekkel, de olyan, mint egy Wrangler totál. Oké, okay. Follow the road from the lodge, which will take you to the crossing near the bridge. Jó, semmi gond. Aha, és akkor csak mutatja, aha, azt mondta a csávó, hogyha jobb oldalra megyünk, a jobb oldali utat választjuk, az rövidebb. Aha, van duda. Van a headlight.
vagy ledes! Most már biztosan úgy, hogy Wrangler. Óvatosan kell menni, mert meg lehet baszódni. Oké, van kézi fék is. Farok Márton, köszi szépen a giftet Kareznek. Most balra. Ugye itt most az van, hogy ugye... Vagy azt próbálja imitálni a játék, hogy ugye nem GPS van, az csak a végpontot mutatja, hanem kitárcsöveztük, meg megnéztük a térképen, és ezért River mondja nekünk konkrétan, hogy most balra, most jobbra. Vigyázz az elepicsem! Majdnem. Ez tetszik ez, hogy nem, hogy a karakter mondja a dolgokat, nem pedig a mappon van sík. Azt mondta, hagyjuk itt a kocsit. És gyalog menjünk fel. Oké. Okay. Ez... Nem tudom, hogy ez most Amerika vagy Kanada. De továbbra is nagyon szép a környezet. El lehetett venni a tárgyakat a kezemből? El. És hogy gyorsan? Persze. Mint a Counter-Strike-ba. Sőt, ha elteszed a távcsövet, gyorsabb, mint amúgy. De nem lehet elővenni a kést, mert ha elővennéd a kést, akkor az gyorsabb lenne, mint kés nélkül. Persze, hogy nincs. Akkor lefutnánk a gepárdot, geci. Idaho állam? Ah, köszi, köszi. Mi az? Ez valami bogár volt. Mindjárt előveszem a puskát, bazeg. Így tudunk felfelé menni. Ez egy kicsit ilyen, tudjátok, ez egy ilyen nyugodt, természetjárós, vadászós stream, ahol beszélgetünk, srácok. Itt nincs olyan magas szintű akció, mint amilyen a Roller Drone-ban. Ki lehet az az Echo? Akit régen láttunk. A régi barátunk Echo. Itt egy lett rá. Madár? Ahoy! Long time no see, my friend. A vízhang? Te is magadnak vered. Kaszkadőr ide vagy oda. Na, visit the hunting range to hone your shooting skills. Na, azt jelenti, hogy el kell mennünk a lőtérre. Tényleg szép. A játék, mennünk kell a lőtérre, hogy megnézzük, hogy tudunk lőni. Mit kell tenni, ha az erdőben szemben egy petás? Szerintem igazából semmit. A petások nem igazán tudják, hogy néz ki az erdő. Még sose voltak. Ők azok, akik, hogyha megkérdezhet, hogy néz ki egy medve, akkor így megmutatják Mici maszkót. Öt! Öt akarod lelőni? Öt! Aha. Öt. Meg a maszkótestvért. Annyi között van az erdőhöz, bazd meg. Timi streaming, köszi szépen három hónapot, nagyon szépen köszönjük. Szóval valaki írta, hogy furcsa ez az ugrálós mozgás. A hairbobbingra gondoltak? Innen két kérdésem van. Nem, három kérdésem van. Egy. Nektek ilyen stabilizátor van amúgy a nyakatok helyén? Kettő. Ugrálásnak hívják azt, hogy ugye, ahogy járkálsz egy kicsit, azért mozog a fejed. És az utolsó kérdés, ami a lényeg, mert többet le kell szarni, kapcsoljam ki.
Zavart titeket? Ez a head bobbing? Nyomok egy szavazást. Nyomj egy szavazást rá, igen. Hogy kapcsoljuk-e ki a headbobbingot, mert hogyha zavart titeket, mert van, akinek egy kicsit zavaró tud lenni, azt mindenképp akkor kikapcsolom. Nyomjuk a pattak, mert derbe, bazzeg! Eltökni csak lassan. Oké, okay, semmi gond. Még játszik a légvonal. Szavazás on, srácok. Felszálltak a kacsákok. Igen, lentebb lehet állítani, Szenta. Idén azt kérdeztem, hogy kikapcsoljuk-e vagy nem. Erre kell válaszolni a szavazásban. Na, itt a lőtér. Zeroing, aiming and hold breath. Ugye, zeroing your rifle. While aiming through the scope, adjust it for a distance of 50 meters. Tehát 50 méterre kell állítsuk. Várjatok. Mi van 50 méterre? Ez. Jó? Állítsuk 50 méterre. Oké. Okay. Na, nézzük el, azt mondja, hogy... 100 méter... 50 méterre állítottuk, igen. Hit the deer target with, in the vitals zone. Hit the target at the 50 meter mark. Oké, okay, van hold breath, van zeroing, tehát 50 méteren 50-en. Jó. Hunter sense. Oké, okay. Zero your rifle for 150 meters, 150 méter, az az a célpont. Oké, okay, megvan. Hit the deer target in the vital zone. Ezt nem is látom, az meg a zone-t. Akkor a zone, mint az így, mint a keresztben, vagy a két vonal. Na jó, próbáljuk meg. Oké. 200 méter, az már rohadt sok. Amúgy egész jó a távolságérzet benne a 7x zoom miatt. De amúgy a 2x zoommal körülbelül ennyi az 50 méter. Most képzeljétek el ezt 2x zoom nélkül. Így. Tehát én puskával, hát tudjátok, szálkeresztel, tehát hogy távcső nélkül, vagy szkóp nélkül, 50 méter is kurva messze van nekem. Most 200-ra kell ellőnünk. 200 méter zeroing. There's a note over there. Aha, valahol van egy forgotten note. Egy kis jegyzetke. De hogy hol van a jegyzetke? Mármint ad magának célpont? Ja, nem itt. Nyílt irányzék. Köszönöm, George Pelle. Azt hívom Szákeresznek. Hey, Wallace. Don't forget to take care of the badgers wreaking havoc behind the lodge. Sincerely, beszél a papír. Oké. Okay. Enter the hunting stand near the Badger Calamity. Oké. Okay. De a kocsival kell menni, vagy nem? Amúgy van map? Van. Ó, oh, akkor oda kocsival megyünk. Szek. Tehát lehet bekapcsolva. Jó. Akkor választjuk az arany középutat, és vegyük le felére? Aha. Akkor az lesz, hogy az arany középutat választjuk, srácok, és a headbobbingot levisszük a felére. Mivel azt mondtatok, hogy ne kapcsoljam ki, ezért felére veszem az intenzitását. Elég nagy arányba kérték. Nézd! Most igazából a fegyver mozog, és a fej csak egy nagyon-nagyon picit, de mivel 40% ki, azt kérte, hogy kapcsoljuk ki, az majdnem ugye a fele, az azért szignifikáns mennyiség, úgyhogy így levettük a felére. Így nem is kapcsoltuk ki, meg úgy se hagytam. Haha. Szerintem így kellemesebb. Így nem gáz egyáltalán. Legye B! Köszi szépen a 41 hónapot. Kösz. Zizi, kifingott fing.
Köszi szépen, Raukardu, neked is nagyon szépen köszi, Inkvi, Timi Streaming, köszi neked is, köszi srácok. 60%-ra kellett volna állítani? Egyébként igen. De így jó lesz, így nem lesz vele gond. Amúgy megmondom őszintén, hogy eddig tökre tetszik a game. Vizuálisan is abszolút kielégítő, sőt, meg nem tudom, valahogy így tetszenek a részletek. Olyan igényesen néz ki eddig. Abszolút nem egy ilyen gagyi sim game szintű dolog. Legalábbis nekem nem az. Van egy picit. Megállított a 30 centis pont. Igen, ott a fákban nem lehet átmenni. Lucifer Dean Hun, köszi szépen a 10 hónapot. Lehet-e kaparni a kocsival? Ez mit jelent, Logan? Igen, perfekten az vicces lenne. Leviathan, köszi, 3 hónap volt. Na, ide kell feljönnünk. Ez most a következő küldetés, a nót alapján. Mozgássérült, köszi a 20 hónapot. So many burrows. That's unusual. Badgers are definitely overpopulated in this area. Köszi, lengyel bé, már olvastam. A szubüzenetben. Shoot a badger. Na most kezdődik. Ott megy egy badger, látjátok, hogy hol? Oké. Az olyan 60 méter körül van. Mi a fasz? Hogy nem kaptam el az első körben? Kicsivel messzebb volt. 60 méter miatt egy picit fölé kellett volna lőni. Nem, fölé megy, nem? Fölé. Ti is azt láttátok, hogy fölé megy? Az első is fölötte ment el. Pedig be van zíróalva amúgy a távcső. Ha? Érdekes. Lehet, hogy 100 méterre kéne állítsuk, és akkor... Igen. Így jobb. Így jobb. Kevés volt az 50 méter zeroing. Nézzétek, vannak blood trailek, ami alapján ugye a vércsíkon lehet követni, hogy nyomozni az állat után. Kexi, köszi a 3 hónapot. Zisklanex, köszi szépen. Szafi, köszi a 25 hónapot. Hát ezzel most nem sok mindent van mit nyomozni, szerintem az ott döglött meg, ahol van. Ó! Mert ugye hátulról lőttem el. Ott van penetration damage, cavity damage, hogy hány zsúl. Mi a fasz? Hát bazzik, ez mennyire kemény már? Meg tudod nézni faszán, hogy hogy ment át rajta a cókmuk? Hogy milyen erővel ment át rajta? Milyen kaliberrel lőttük? Ja, meg a szél is fúj. 89,4 méterrel lőttem le. Nem csoda, nem ment az 50-es zero inggal, bazd meg. Na mindegy, de ez tök menő. El lehet adni, vagy ki lehet tömni. Ez a 31, ez nem tudom, hogy pénz, mit akar jelenteni. Most van nekünk 1000. Mi az a play? A space play? Mi is gondoljuk, felhúz a kezére? Én vagyok a medve! Nem. Nem azt jelenti. Tömjük ki! Enciklopédia alak. Harvest one badger, use either a stand or find them in the field.
Mit harvest. Each animal has a fit meat. Jaj, most még egyet ki kell nyírni. Ott egy. Lehet googolni? Lehet. Az egy bot. Várjatok. Valahol ott van a fűben. Hova az a nyárba tűntél? Most komolyan oda költözött a fűbe, és elaludt, hogy mi a fasz. Hon vagy? Hova lett? Rohadt köcsök. Lehet fel kéne mennünk a lesre. Mi volt ez a hang? Na, hogy nekem támadj. Menjünk fel magasabbra. Azt tudjuk, hogy innen a torony nagyjából 100 méter. 90-re lőttük le az előzőt. Oké. Szerintem... Megvan. Ott volt még kettő. Gyertek csak, mindjárt előveszem a jó szórómat. Chris Rusty, Konfi, Miniszter Patrick, nagyon szépen köszönjük. Miniszter Patrick, köszi szépen az egy évet. GG a badge-ethez, haver, nagyon köszi. Zsolti, köszi a gifteket. Na, szóval, Harvest, claim animal. Oké, akkor ugye most ő így meghalt, gondolom akkor ezt meg el kell adni, nem? Ezt jó keresztül lőttem. Which one has a wide butt? By Remington. Kell vennünk egy puskát, srácok. Szarvasra? Így van. Igen, de nagyobb puskát kell venni. Na, de jó volt, sikerült. Sikerült. Lesz neki durva állatkák amúgy. Higgyétek el, király lesz. Menjetek csak nyugodtan. A nagybácsit meg az unokatásót azt már felhúztam a puskacsőre. Na, tehát itt lehet vásárolni ide bent. Ugye vadászok vagyunk, életünk a természet, a mozgás és az egészség. Valaki azt gondolta, bazd meg, hogy oda a lépcsőig gyalog megyek, az teljesen hülye. Teljesen kizárt. Így mi? Persze, bazd meg, gyaloglok. A lépcső is minek, nem? Felmászhatnék az épület oldalán, mint egy állat. Petyka, attól függetlenül, vagy attól függően, hogy hol lőjük keresztül az állatot, annál kisebb részét roncsoljuk, és akkor drágábban lehet eladni, igen. E-mail, terjed valami szar. Igen, jó, oké, shop. Remington 783. Ez az ugye, amit meg kell vásárolnunk? 243-as Winchester kaliber. Milyen fegyverek vannak amúgy még? Lesz sekkén. Aha, ezt a Remingtont kell megvásárolnunk. Megvan. És akkor lehet venni gírt még? Oh, wow! Van ilyen...
hivagat, ilyen különböző segédeszközök, van red dot, meg mindenféle távcső, és akkor a Leupold VX-et azt fel tudom tenni rá? Gondolom. Akkor most itt a equip the new rifle and attach a scope to it. Primary weapon, ugye Remington, és akkor a Remingtonra, aha, fel lehet tenni. Akkor fent van a scope rajta, kész. I shouldn't use this bad boy for more than 100 meters. Reach the upper grassland area. Oké. Okay. Menjünk a következő területre, csak ez egy baszóbb puska. Upper grassland. Always try to aim for the vital organs to kill as quickly and painlessly as possible. Tehát, hogy mindig valami létfontosságú szervre kell célozni. Hogy golyót nem kell levenni? Erre nem volt külön felhívás. Hogy kell-e golyót venni, úgyhogy nem. Csak a headshot? Hát nem. Drakonrád, köszi szépen a 25 hónap tier 3-at. Nagyon szépen köszönjük. Kumfi és Chris Rusty, nagyon köszi nektek is még egyszer. Upper Grassland area. Jó nagy a mappa, múgy. Nézzétek meg, eddig olyan pici részen haladtunk csak, és mégis milyen messze lehet látni. Ott van egy les. Vagy egy fehér farkút, vagy egy mule-t kell. Nem tudom az a baj, hogy hívják magyarul a nevüket. Ott a les, nézzétek. Valami azt mondott a csávó, hogy ezzel a puskával 100 méternél messzebbre nem nagyon kéne lőni. Hallottátok ezt? Valami volt. A Mule Adám szarvas? Köszönöm, kis András. Nem tudtam, sajnos. Azt mondta Dexit, hogy 100 méter alatt nem kéne lőnöm bele? Nem figyeltem, az a baj. Oké. Okay. 100 méter fölött nem kéne használjam? Oké. Okay. Akkor mindenképp közelebb kell majd mennünk. Hol lehet? Ott van egy, nézzétek? Az 700 méterre van, az túl messze van, de ott van egy, amúgy ott megy. Innen is ellövöm, genyó. Nem, nem. Az a 700 méter nagyon messze van. Kussolj már, tehetű csak madár, bogár, faszom. Továbbra is ott vannak. Menjünk a folyón fel. Igen, ott van. Megyünk.
Jó, vagy hogy ne arra menjünk, hanem arra, mert a felkiáltójában van. Hát én azt hittem, hogy csak simán le kell vadászni egy őzet, de jól van, akkor megyünk arra. Mert hogy itt a bal felső sarokban csak annyi van. Most már elértem a területet. Áha, ezen belül kell vadásznunk. Tehát most megyek a jó irányba. Oké. Oké, oké. Akkor jó, hogy követtük. Ott. Kaptam. El fog hullani? Szerintetek el fog hullani? Kapta, ez biztos. Le kell nyomozzuk? Megvagy körülbelül hol lőttem le, megpróbálunk utána nyomozni, jó? Körülbelül ott a víz mellett a köves résznél lőttem meg. Kirú, köszi szépen a 9 hónapot és a giftet Leather Taylornak. Valahol itt körül volt, igaz? Látjátok ezt? Erre futott? Mi a fasz mutat arra, bazd, amikor tudom, hogy nem arra ment? De most ez hülye? Folyamatosan arra felé mutat, de nem arra ment. Hanem arra. Ó, erre nem az állat van, srácok. Csak maga a nyom. Itt volt a vér. Ugye ezt megnéztük már. Valahova erre ment. Vannak még. Hangot hallottam arról. A szél velem szemben fújt, tehát jók vagyunk.
Valahova erre jött, de ez így nagyon nehéz ám lenyomozni, srácok, hogy nem mutatta a véranalízis után, hogy merre ment. Azt hittem, hogy fogja mutatni. Vannak felfele 250 méter. Okay. Mit mondhatnak a fehér buborék izéket? Rámentem a szkóppal. Kiírta, hogy milyen messze van, milyen típusú őz, és hogy ilyet vagy nem ilyet a hangja. Ott vannak. Ott ugrándoznak. Nem értem, hogy akit meglőttem, az hogy tudott elmenekülni. Próbálok nagyon halkan lassan menni. Mi köze van ahhoz, hogy mikor mutatja ezt a fehér buborékot? Mert gondolom, hogy nem vaporáltak el innen az őzek. Hogy nem-e hang? De hang. Most mondtam egy 20 másodperccel ezelőtt, hogy az hang. Nem tudom, hogy hová tűntek innen. Az a baj, hogy már nagyon-nagyon messze mentünk a kezdőponttal egyébként. Mit szóltak a chathez, srácok? Amúgy... Ezek eltűntek innen. Érdekes. Visszamegyünk akkor oda a kezdőponthoz, és megnézzük, hogy mi van. Igen, Szabi, ez volt a térkép egyébként. Szokott lenni a vadászoknál alapvetően. Most mutattam, hogy egy perce sincs. Az volt, igen. Tetszett neked is, Nikók, a map? Szerintem is jól néz ki amúgy. Megpróbálok utána járni ennek a vérnek, amennyire tudok. Ha egyáltalán utána járható. Ez a vérnyomozás téma nagyon furcsa. Miért vagyok ilyen cinikus? Te meg egy fesztéziós vagy. Én is tudok szavakat kitalálni.
Valahol itt lőttük meg, ugye? Kicsit talán messzebb. Teljesen elvesztettem azt a bokordarabot. 150 méter? Az nem az, amit keresünk, jó. Eddig hogy tetszik a gémet? Nem tudom, én csak a chatet látom. Amit úgy értem, hogy 30%-ban nézem a gémet, 70%-ben a chatet. Nézzétek csak! Ó, ez nem vér. Azt hittem, hogy ez vér. Ugye innen jöttünk, itt volt a les, a lesről visszamásztunk, egészen ide fel. Ez nem a felvétel? Micsoda? Balázs! Tisztában vagyok vele, hogy miről van szó. Ez itt egy act. Az ember próbál legalább valami interakciót kiváltani a chatből, ami nem arról szól, hogy ez az új kód! Itt volt a kanyar, és valahol ott lőttük meg. Ha jól emlékszem. Ott. De úgy látom, nem megy. Itt volt az első vérnyom. Ezt analizáltuk is, meg is volt, hogy eltaláltuk a szarvast, meg mindent. És innentől nem találtuk meg a következő vérnyomot. Ez itt szar, a szart azt megtaláltuk, ezt a kulát. De hogy a következő vérfolt, hogy az merre van, azt nem találtuk meg. Én azt, arra emlékszem, hogy itt, ahogy meglőttük, innen így elkezdett felfelé futni. De onnantól kezdve, hogy itt felfelé futott, ugye nyomtuk ezt a Hunter Sense-t. Látjátok, a vért is jelzi a Hunter Sense. Ott van valami fény. Ott. Megvan. Nyomon vagyunk. És akkor innentől kezdve, ott nézd. Itt a következő vérnyom. Innen vajon merre ment. Vajon merre ment? Á, megvan. Itt erre. Ez a következő. Vajon egyenesen? Át a magas füvön? Ez mit? Ó, ez nyom, maga nyom. De én nem hiszem, hogy ez nem hiszem, hogy ez, ami az, amit mi keresünk. Nekünk valahol továbbiakban kellene vércsíkot találnunk. Ugye itt a magas fű előtt volt utoljára. Itt még akkor mehetünk erre itt. Kár, hogy nem látjuk.
Innen tart egy ősznyom, itt egy kicsi rész. Kicsi résznél. Itt. Á, itt még van vér, nézzétek! Akkor talán itt tovább? Erre? Én op. Igen. Ez az. Ez az, jó. A következő, az ágakon. Nagyobb puska kellett volna, srácok. Látom, ott a csomó előttünk. Itt. Ez az. Ott az ágon. Azt tudja, hogy aha, igen, ez vér. És ott a következő rész. Itt. Itt megint van nyom, mármint lábnyom. Ott a következő vérnyom. Ez a következő. Ott látjátok. Ott van a levélen. Itt is van vér. Hova a faszomba ment már ez a kurva őz? Összevérezte az egész erdőt, baszod. Oké, erre. Aztán erre. Itt is van vér. Gondolom ez vér akart lenni. De furcsa, hogy itt, ahogy megyünk előre, ilyen az pillanatban így olyan, mint hogyha elveszteni a dolgokat. Most látjátok, így jobbra fordulok, ez nem vér volt, hanem virág. Itt. Ez az. És meddig húzza ez a vércsíkot amúgy? Ó, ez megint lábnyom. Na nézzük, segítsünk. Az a lábnyom. De a következő vérfoltot azt én nem látom. Az az igazság, hogy ez a nyomozás. Az a baj, így szerintem új őzet fogunk találni, ha erre felé megyünk. Hogy ez a nyomozás, ez szerintem sokkal hosszabb, mint ha előttünk volna egy másik őzet. Csak most már az a baj, hogy nem egyszer nem találtam tovább a vért. Már sehol, tehát már azt is elvesztettem, ahol voltunk.
Ja, igen. Igen. Sajnos. Már nem tudjuk, hogy hol volt ez a cucc. Jó van. Akkor megpróbálunk valahogy máshogy. Megpróbáljuk valahogy máshogy megközelíteni a dolgot. Már az, az igazság, hogy amióta elkezdtünk nyomozni, azóta még ősz hangot se hallottunk, egyetlen egyet sem. Úgyhogy ez így nem túl lépületes. Úgyhogy akkor sajnos megyünk vissza. Az elejére.